Kevesen tudják, hogy a vakoknak szánt írásmód eredetileg katonai célt szolgált. Napóleon volt az, aki arra gondolt, hogy milyen jó is lenne, hogyha a katonái a sötétben tudnának egymással úgy kommunikálni, hogy más azt nem értené, nem látná, nem tudná. Ebből fejlesztették ki a civil változatot, a speciális technikát alkalmazó vakoknak szánt ABC-t a francia Louis Braille alkotta meg 1821-ben. Ez az írásmód a vakok életét teszi kényelmesebbé, azonban a vakság megelőzése az orvosok elsődleges feladata, mondja az intézet igazgató. Időskorban a makula degeneráció, vagyis a szemfenék meszesedése vezetett látásvesztéshez, ha nem fordulnak szakemberhez időben. 55 év fölött egyre gyakoribbá válik, és 65 év felett egész jelentős a populációban. Azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen 6000 az éves esetszám, amivel több vakot, ez nem csak a makuladegeneráció, hanem a teljes vakságot érintő kórképek regisztrálnak Magyarországon évente. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy szám. A látásromlásunk első jeleinél már érdemes felkeresni a szakorvost a makula degenerációval. Azt veszik észre, hogy a centrális látásuk homályosodik. Ezt úgy értendő, hogy pontosan amire ránéz, az a kép válik homályossá a számára. Problémát szokott jelenteni, amikor ismerősök jönnek szembe, és el is mondja a páciens, hogy nem mindig ismeri fel, azért, mert ugye ránéz az arcra, és pont az arc válik homályossá. A színlátással is lehetnek gondok, illetve például a csempék fugait már nem egyenesen látjuk, torzulnak a vonalak. Ez is intőjel. Figyelni kell a zöld hályognál is, hiszen az nem gyógyítható műtéttel, mint a szürke hályok. Ezért például otthon letakarva a szemünket ellenőrizhetjük külön-külön a lassú látásromlást, amit amúgy nem veszünk észre. A világban a vakok száma egyébként háromszorosára nőhet a következő években a kutatók szerint. A leginkább sújtott régiók Afrika és Ázsia lehetnek. 2050-ig a vakok száma a jelenlegi 36 millióról, akár 115 millióra is nőhet a Földön, a szakemberek szerint.